kutatások azt mutatják, hogy a, a serdülők mentális egészsége, ez fontos a, a közösségi média használat és, a, és az internet használat, hogy 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 a zero tolerancia, az rosszabb mentális egészséggel jár együtt, mint a közepes, mér, hát a mérséget mm -hmm. mond egészséges használat. Pont azért, amiről beszéltünk, hogy, hogy ott szocializálódhatnak, ott vannak ö, ö, érdekes dolgok, még esetleg tanulhat is rajta. Szóval, mm -hmm. hogy podcastot hallgathat. Szóval csomó dolgot csinálhat, amit, amiről miért kéne lett tiltani. Tehát, hogy ne, nem az a feladatunk, hogy eltíltsuk valamitől, hanem megtanítsuk azt, hogy helyesen vagy jól használjon. Sziasztok, ez itt a Törzsd velünk, a Függőség Podcast, én Kovács András Péter vagyok, ma is itt van velem D. Senikő, a Duma Színház dramaturgja, illetve Hoffman a klinikai szakpszichológus, akinek most tudtam meg a teljes titulusát, és kiejteni sem tudom, klinikai és mentál higiéniás... Higiéniai. Higiéniai. És egyébként felnőtt. És felnőtt, felnőtt. felnőtt klinikai, klinikai és mentál higiéniai most meg. szakpszichológus és krízis intervenciós tanácsadó szakpszichológus és színháztér puta, mert, mert elgépelték a, a, képesítését. És köszöntjük a stúdióban nagy szeretettel dr. Koroncai Beatrixot, az elte pedagógiai és pszichológiai karának docensét, és a Fejlődés és Klinikai Gyermekpszichológiai Tanszék megbízott vezetőjét, az Addiktológiai Kutatócsoport tagját, és klinikai gyermekszakpszichológust, vagy ha teljes uh, titulust akarunk adni, ugye Katának, és miért ne akarnánk, akkor gyermek klinikai szak és Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Klinikai és mentálhigiéné, gyermek- és ifjúsági szakpszichológus. Ugye, hogy ezt a személyt nem kell feltüntetni, mert beternél vele egy oldal. Humorista. Igen, <laughs> Igen stand-upos. És mai témánk pedig az internetfüggőség. És azért nehéz ez a kérdés, mert ha nem is a szó adiktológiai értelmében, de mindannyian függünk az internettől, hiszen azon keresztül dolgozunk, még a social médiától is, maga a Duma színház is Facebookon hirdeti. A az eseményeit, tehát hogy, hogy, hogy mindannyiunk életét átszövi az internet, és rá vagyunk kényszerülve a használatára, sokszor az indokolt mértéken felül is, és mégis mi az a használat, ami már problémás, vagy uh -huh. egyáltalán mitől lesz problémás az internet használat? Hát a problémás használt nagyon hasonlít uh, az értelmezése a korábban már előző adásokban tárgyalt problémás uh, ivás, problémás szerencsejáték használat, szóval ugyanon értelemben tud problémás lenni, amikor valamilyen kontroll, uh, használati kontroll probléma van, de hogy valaki nem tudja abba hagyni, pedig mondjuk eltervezte, hogy este tízkor lefekszik aludni, vagy azt mondja, hogy fú, holnap korán kell, kell nem muszáj letennem, de hogy azt veszi észre, hogy mégis uh, mondjuk éjfélig uh, uh, rajta van az interneten, vagy mondjuk, hogyha azt mondja, hogy, hogy hogy, na most akkor tartok pár ilyen detox napot, akkor azt veszi észre, hogy, hogy nem tudja betartani az előre meghatározott detox napok számát, hogy, tehát valahogy problémás számára abba hagyni, kontrollálni a használat. ez egy ilyen nagyon fontos kritérium a, 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 függőségnek, és természetesen, ahogy minden más ilyen mentális zavarnál, vagy problémánál, jelen kell, hogy legyen valami negatív következmény, aminek lehet ilyen kisebb, nagyobb, közepes mértéke, hogyha ilyen folytonos szemléletbe gondolunk rá, tehát akkor lehet azt mondani, hogy valakinek csak kicsi problémája van, van akinek több, van akinek meg mondjuk még több, és akkor mondjuk lehet a szélső érték az addikció, tehát akinek nagyon sok, vagy nagyon komoly, és akkor ezek ilyesmiből állnak, mint hogy elhanyagolja a kapcsolatait, vagy nagyon sok konfliktusa van otthon, a, a, nem tudom, hogyha a serdülőről van szó, akkor a szüleivel, vagy mondjuk nem jár iskolába, vagy a tanulmányi eredményei nagymértékben csökkennek. Szóval kell, hogy valami szignifikáns negatív hatása legyen az életére. Egy pszichés, szociális, vagy ilyen munkahelyi iskolai. I igen, igen, hmm. igen, igen. igen. Tehát, hogy, hogy a kapcsolatot ér, de akár lehet az is, hogy intrapszihés is lehet, tehát mondjuk depressziós lesz, vagy jobban el kell szorongani. Szóval, ilyen típusú negatív következményre is lehet gondolni. Én találtam egy ilyen hármas felsorolást, ez az obsession, neglect és control. Tehát, hogy, a, hogy megszállottja vagy, a neglect, hogy minden mást negligálsz, tehát minden mást hanyagolsz, és a control, hogy, hogy nem tudod kontrollálni. A így van, így a van. Magatartásodat. Így van. És hogyha valaki szeretné tudni, hogy ő neki vajon problémása már az internet használat, akkor úgy tudom, hogy erre nem tudom, hogy te is részt vettél abban a csoportban, amelyik kidolgozta. Ez ezt. a doktori témám. Aha. Azt a bizonyos kérdőjévet. Igen, 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 igen. Igen, ez a mi kutatócsoportunk által kidolgozott kérdőív, és abszolút ebből állt az én diszertációmnak egy jó nagy része. De ez nemzetközi ezt nemzetközi tanulmányokban láttam visszaköszönni, hát, tehát ez nem arról van szó, bizony, hogy kidolgoztunk egy kérdőívet, hanem ez, ez egy világszerte használt kérdőív, és több tanulmány tesztelte már ennek a hatásosságát. Abszolút, és még annyit akartam itt az obsessionhez hozzá fűzni, hogy itt olyasmire is kell gondolni az obsession alatt, hogy, 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 minden más tevékenységet kiszorít az ember életéből, ami korábban mondjuk fontos volt. Hogy akár a gondolatainkat is nagy mértékben befolyásolja, hogy főleg a gamingnél tudom elképzelni, de akár akár nem tudom, a közösségi médiánál is előfordulhat, hogy akkor azon gondolkozok, hogy, hogy majd mit fog csinálni a játékban, vagy, vagy hogy, hogy, nagyon foglalkoztat a téma, és valahogy a gondolataim körül járnak, úgymond kényszeresen, tehát hogy, hogy, ez akár ez is lehet az obsession. Uh -huh. És akkor az a kérdőív, aminek az egész pontos neve a Problematic Internet, internet Use Questioner, ez a PYUQ, <laughs> Ez, ez milyen, milyen kéréseket tartalmaz? Ez egyáltalán hozzáférhető magyarul? Mert én hát magyarul te... történt a kidolgozás, abszolút hozzáférhető. Hogy kell rákeresni? Problémás internet használati kérdői? Úgy is megjelent, így van a, a hungarikában is megjelent annak idején, és azt hiszem, hogyha itt korábban vendég volt Demetrovics Zsoltnak a honlapján is megtalálható. Demetrovics.hu-n. Igen. igen, én ott találtam. Szerintem igen ott is megtalálható. Igen ez egy viszonylag széles körben használt uh, magyar kutatásokban is, de de külföldi kutatásokban is nagyon sok nyelvre fordították már. Alapvetően ezeket a tüneteket rekérdez rá, rá, hogy ezek milyen mértékben fordulnak elő az emberrel mondjuk az elmúlt év során, és akkor azok közül olyan egy csomó, amit már elmondtam, de például ilyenek is vannak benne. Attól függően persze, hogy milyen hossz, melyik hosszúságú kérdői verziót használja az ember, mert hogy van rövidített, meg hosszabb, tehát 9 tételes, 6 tételes, 18 tételes, szóval, hogy, hogy arra most így pontosan nem emlékszem, hogy a rövidbe is benne vannak ezek, vagy sem, de mindegy, a lényeg az, hogy van olyan kérdés is, hogy mennyire titkolja mondjuk az ember mások előtt, hogy mennyit lóg az interneten. Tehát mondjuk megkérdezi a. mondjuk, nagyon jól tudják a, a kamaszok azt úgy titkolni, mikor feküdt le aludni. Ugye már a szülők nem biztos, hogy tudják, hogy a gyerek mikor feküdt le aludni, és lehet, hogy hajnal négykor feküdt le, de, de, de hogy ez nem derül ki otthon, nem kell arról beszélni, mert hogy van, -e, kapcsolódik -e ez azért egy ilyen. Mm, tehát annak az érzete, hogy ez, ez, ez már mondjuk nem oké, okay, vagy, vagy mondjuk lehet, hogy azért is kapcsolódik az érzet, mert mondjuk télen nagyon sok konfliktus volt emiatt, hogy a szülő tudja, hogy a szülő akkor nem tudom, vitatkozni fog vele, vagy veszekedni fog vele, hogy miért nem aludta a helyet. Hogy... Meg mm -hmm. olyan kérdések is gondolom, hogy. Hogy más fontosabb tevékenységeket uh -huh. választott el az uh -huh, internetet? Uh -huh. Igen, ezekre, hát amiket ez a korábban klasszik, elmondtam, ami... így van, ezekre a tünetekre kérdez rá különböző részletezettséggel. Tehát, uh -huh. hogy akkor a baráti kapcsolatokat, romantikus kapcsolatokat, volt, hogy mondjuk lemondott egy találkozót, mert inkább internetezett helyette. És életkorilag van? Abszolút, igen. Tehát, hogy van egy életkorral való kapcsolat, tehát minél fiatalabb valaki, annál rizikósabb a használata, és hát a serdülőkor kifejezetten egy ilyen rizikós korszak. Mint De... nagyon sok minden más addikció esetén. Ez olyan érdekes, hogy a maguk a, a, a problémák, meg a tartalmak nem változnak, csak mindig a hordozó felület. Uh -huh. Tehát, hogy például a, a, az azért 600-as években, amikor úgy igaz, Isten igazából elterjedt a, a nyomtatás Európa szerte, akkor például Angliában, amiből a legtöbb nyomtatott anyag megjelent, az gyűlöletbeszéd volt, és ilyen gyalázó iratok, meg pornográfia egyébként. Csak akkor az a, a nyomtatás volt, és most mondhatják azt az öregek, hogy bezeg a mi időnkbe, még nem ennyit lógtunk az interneten, nem, lógtunk máshol, vagy vagy éppen az az öreg, aki a fiatal bírálja, neki megvan a saját diszfunkciója, vagy a saját szerhasználata, vagy a saját viselkedési zavara, csak most könnyű rájuk sütni a fiatalokra, hogy, hogy nektek most itt van az internet, és hogy a Eleve a fiatalok életkoruknál fogva többet használják az internetet, mert azon szocializálódnak, azon tartják a kapcsolatot, egymással adott esetben azon keresztül ismerkednek, és mégis kimondható-e, hogy ennek a többlet használatnak egy bizonyos része tényleg problémás, és tényleg. Nem tudom, érthető, hogy hova akarok kiukadni. Igazából, vagy én azt szűröm te... le ebből, ugye, hogy hol van az, határ. hol van a aha, határ, aha. hiszen Igen. ez nem az, hogy iszom, nem iszom, uh -huh. hanem én magamból is tudom azt, hogy dolgozom egész nap a gépemen, és hányszor van az, hogy jó, akkor megnézem, mi van az Instán. Hát ez egyáltalán nem tartozik a munkámhoz, de mik azok a percek? Kiszámolja azokat a igen. perceket, amikor én a Facebookra. Na, csak úgy föl. Meg mondhatjuk a el. igen. Hát is jól igen. Igen. nem igen. Meg. Igen, Tehát, hogy, hogy nevezhetjük-e problémás internet használatnak az internet használatot akkor, amikor azt mondjuk, hogy na kisfiam, ez a szociális életed rovására megy, holott neki pont az interneten történik a szociális élete. Hát, ha azt csinálja. Szóval ez e, teljesen jogos a kérdés. Én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül a függőség a megfelelő kérdés, hanem, hanem hát ugye eleve az internetfüggőségnél felmerült ez az elsődleges, másodlagos. Tehát azért nem is rakták be a, a klassifikációs rendszerekbe, amelyik ugye tartalmazza a hivatalos mentális betegségeket, az internetfüggőségeket, mert hogy volt-e körül egy vita, hogy egyrészt, amit te is mondtál, hogy ez csak egy csatorna, és hogy akkor, akkor, akkor ez túlságosan általán. Nem, nem, nem lehet látni azt, hogy ez tényleg egy valós betegség, vagy egyszerűen csak egy tünete valamilyen betegségnek. Tehát, hogyha egy, egy gyerek vagy egy ember depressziós, mondjuk egy serdülő, vagy egy felnőtt is akár depressziós, vagy szorong, szociális szorongása van, rosszak a készségei, akkor, akkor igazából ez az igazi probléma, ez az, amit, amire fókuszálni kéne, ezt a diagnózist kell, hogy megkapja, és nem az a lényeg, hogy most internetfüggő, vagy, vagy milyen más egyéb viselkedést mutat, problémás viselkedést mutat. Szóval, hogy ez egy nagy dilemma, hogy mire fókuszáljunk, én személyesen is azt gondolom, hogy lehet, hogy jobb, hogyha arra fókuszálunk, hogy Miért olyan fontos ez neki, tehát hogy, hogy egyeszt milyen motiválja, hogy, ez, hogy ezt használja. Tehát, hogyha nagyon jól mondta, tehát hogyha ő ott a, a közösségi médiát arra használja, hogy a valós a, a szociális kapcsolatait fenntartja, az a kutatási eredmények szerint nem vezet problémás használathoz. Ha viszont mondjuk egy izolált helyzetben van az osztálytársak között, vagy nincsenek barátai, és akkor online közösségekhez fordul, viszont ezek nem annyira erős megtartó közegek, sőt, nagyon sokszor épp úgy elvonják a lehetőségét attól, hogy valós kapcsolatokat alakítson ki így a való világban. Meg, tartó, meg, meg meg jó kapcsolatokat, akkor, akkor igen, az már egy problémás hoz vezethez, hiszen egész napot fog ülni, és elvonja őt a való életbeli működésből. Uh -huh. És itt a, a korreláció vagy az okokozati összefüggés, az például világos, mert a dohányzás és a depresszió között találtak összefüggés, de nem lehet tudni, hogy azért dohányzol, mert depressziós, vagy és azt próbálod oldani, vagy maga a dohányzás alakít ki depressziót. a depressziót. Az internet, vagy például a szociális média használatot is összefüggésbe szokták hozni a, a depresszióval és a stresszel, de ugye a kérdés, hogy melyik volt előbb. Uh -huh. Nagyon jó a kérdés. Hát a kutatások azt mutatják, hogy hogy ilyen inkább valószínűbb ez az ördögi kör. Most már azért vannak logitudinális kutatások, tehát hogy melyik egy időpontban melyiknek a, a szintje határozza meg a későbbi időpontban melyiknek a szintjét igazából valószínűleg itt egy ilyen, tehát mind a kettő irány létezik, tehát aki depressziósabb, az lehet, hogy több időt tölt a közösségi médiában, de attól sem lesz jobb a helyzet, tehát azért mondjuk, hogy ez egy ilyen maladaptív coping, mert hogy próbálja az érzelmeit ezáltal kezelni, vagy ezzel kezelni, csak nem sikerül, mert még rosszabb lesz tőle a helyzet, és akkor ilyen ördögi körré kapcsolódik. Aminél talán jobban lehet tudni az okokozati kapcsolatot, az az ADHD, tehát ez a hiperaktivitás, ahol, ahol, ahol nagyon sokszor azt mondják, hogy ugye ezek a mai gyerekek ennyire ennyire figyelemzavarosak, mert annyira sokat használják az internetet, de azért a kutatási eredmények nagyobb része, azt találta, hogy az az erősebb útvonal, hogy akinek van eleve egy ilyen figyelmi nehézsége, vagy hiperaktivitás, nagyobb a hiperaktivitás szintje, az valószínűleg többet fog internetezni, és akár problémásabb is lesz a használata, tehát, hogy ők erre esékenyebbek, mert hogy annyira sok stimulus jön onnan, mm. sokkal könnyebben megfogja az ő figyelmüket, és, és nem fordítva van, tehát hogy az nem az internet használat vagy a közösségi média okozza a figyelemzavart. Figyelem Persze ronthatja a tüneteket, főleg, hogyha mondjuk a, esetleg mondjuk az uh, órán uh, a, a gyerek inkább uh, nyomogatja a telefonját, mint hogy figyeljen, vagy hogy ugye pitjék a telefon azonnal elvonja a figyelmét. Tehát, hogy, hogy hogy lehet, hogy nem hat jól amúgy a figyelmi problémáira, de azért azt nem gondoljuk, hogy, hogy attól lesz valaki figyelemzavaros, mert nagyon sokat kütyűzik. Uh -huh. És kit kell okolnunk? Az algoritmust, a gonosz ördögi algoritmust, amit már szittak a Facebooknál, aztán szittak az Instagramnál, és most a TikTok algoritmusát tartják a lehető legördögibbnek, démonibnak és kicentizettebbnek. A, a, az egyént a, ez a szenzoros élménykeresés, vagy az impulzivitást, ami őt hajtja, a környezetét, tehát hogy, hogy, hogy ki a hibás egy ilyen helyzet alak Mindenki. Mindenki a hibás. Nem, hát ez ugyanaz a kérdés. Én, tehát mindig ugyanazok a dolgok jönnek vissza az addikció területén szerintem. Tehát ez a, ugye hogy a drognál is a drug set setting, hogy most akkor van szerepe a, a magának a szernek is, a személyiségnek is, meg a szociális környezetnek is. Tehát hogy ugyanazt lehet elmondani, hogy nyilván a TikTok addiktívabb, az annak, az, az, az algoritmus sokkal jobban ö, ö, kiéles, vagy sokkal ö, nagyobb addikciós potenciálja van, mint mondjuk egy Facebook használatnak. Nyilván a személyiség, amiket az előbb itt hangsúlyoztam, hogy aki mondjuk ADHD-s, vagy depressziós, vagy érzelmileg így labilisabb. Ezek ilyen hajlamosító tényezők, vagy aki szociális szkíjai nem annyira jók. Ezek hajlamosító tényezők, és aztán pedig ott van a szociális környezet nyilván, akinek mondjuk a szülei nem engedik, hogy, hogy telefonozzon, nagyobb a, a kontroll felette, akkor az nyilván nem lesz függő. Szóval, hogy nagyon számít az is, hogy milyen környezet van körülöttem, mi az, amit ő kiválaszt, hogy mm. ő most mégis füvezni fog, igen, vagy és <laughs> mind mindenki megtalálja a saját igen, 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 Nem, csak az jut eszembe, ez a nem engedem a gyerekemet internetezni, vagy a készüléket használni, az is, az, az is ketté osztható, mert ha közben azt látja, hogy a szülő egész nap azon lóg, akkor nehéz nem azt a mintát követni. Abszolút. Tehát ez a klasszikus yeah. metró, vagy villamos jelenet, amikor tedd már le, tedd már le, mondja a gyerekének, és ő sem könyvet Én is szülőként olyan ideges vagyok, amikor felnézek a laptopomból, és azt látom, hogy a gyerekem iPad-ezik. Rólad beszélek. <laughs> Úr, ez tényleg. És akkor nem tudod elmagyarázni a gyereknek, hogy a apa most dolgozik, és e-mailekre válaszol. Mert a, mert a gyerek azt látja, hogy apa nincs vele, apa nincs jelen, és hova ment apa? a cyber világba, akkor én is megyek oda. Igen. Aztán, hogy... Na, de ez tök fontos, amit, amit bocsánat, amit mondasz, mert hogy a kamaszkorban megfordul, hogy a szülő mit lát. Tedd már le azt a telefont, mit csinálsz az a telefonon, de azt nem látja, hogy mit, mivel foglalatoskodik. Már lehet, hogy éppen valamilyen tökre fontos ilyen edukációs e tartalmú. E -krita. E -krita, de nem, egyébként van, van, vannak hasznos dolgok is, szóval Igen. nem, szerintem ez, amit a szülők hajlamosak így, így, így nem, nem észrevenni, hogy ennek van fontos hozadéka is, és a kutatások, ezt el akarom mondani, kutatások azt mutatják, hogy a, a serdülők mentális egészsége ez fontos. A, a közösségi média használat és, a, és az internet használat, hogy, hogy, hogy a zíró tolerancia az rosszabb mentális egészséggel jár együtt, mint a közepes mér, hát a mérséget mond egészséges használat. Pont azért, amiről beszéltünk, hogy, hogy ott szocializálódhatnak, ott vannak ö, ö, érdekes dolgok, még esetleg tanulhat is rajta, szóval, <haz> hogy podcastot hallgathat. Szóval, egy csomó dolgot csinálhat, amit amiről miért kéne lett tiltani, tehát, hogy nekem nem az a feladatuk, hogy eltíltsuk valamitől, hanem megtanítsuk azt, hogy helyesen vagy jól használja. Hmm. De, de, jól bevégszem azt yeah. aztán. Mert hogy ez, ez szerintem egy fontos kérdés, hogy, hogy iszonyat nagy fejlődés, változás van ebbe, és tényleg vannak olyan generációk szülőként, akik nem, nem csak, hogy bevándorlók, de hogy tényleg abszolút nem, tanulták meg, hogy hogyan használjuk, mi az egészséges mértéken. digitális bevándorlók, tehát. Igen, digitális... digitális bevándorlókra gondolok, igen, igen. mert arról beszél. Köszi hogy, hogy mi, mi az egészséges mérték, vagy mit mondasz, hogy persze, akkor ne legyen egy zéró tolerancia, mert ott szükséges egy, egy megfelelő szint, meg hogyan tanítsák meg azok a szülők, akiknek akár maguknak sincsen erről mintájuk, vagy nem is érték, hogy éppen mivel foglalkozik, mi van, mi az, amitől kell őt félteni, mi az, uh -huh. amitől nem kell félteni, milyen veszélyekre felhívni a figyelmet, vagy hogy, hogy, hogy hol kell arra gondolni, hogy, hogy, itt problémás használat van, mert hogy ez nagyon úgy tűnik nekem, hogy ezt semmiképpen sem tudjuk egy mennyiségi módon meghatározni, nem? Hogy napi hány Abszett. órát, vagy ki, van akinek a munkája és a serdülőknél is, hogy te is mondod, mert nem tudom, nekem az elsős gyerekem is kapott úgy feladatot, hogy akkor neki ott a neten kell böngésznie, szóval, hogy valóban vannak -e ennek ezek a része is, hogy hogy lehet ebbe egy kicsit eligazodni, vagy amit mondasz, megtanítani ennek a uh -huh. megfelelő használatát, mert alapvetően ez nem egy ördögtől való dolog, hanem, hanem uh -huh, a... Uh -huh. Így van, tehát ez fontos, hogy az idő uh, idővel ugyanúgy nincs kapcsolata, mint a videojátéknál se, hogy, hogy most nyilván aki függő, a sokkal több ideig uh, játszik, de az, hogyha valaki sok ideig játszik, még nem biztos, hogy függő. Ez ugye pont ezért volt fontos végignézni ezeket a függőségkritériumokat, hogy hogyha azt látjuk, hogy um, egész nap otthon ül, nincsen barátja, hogy, hogy romlik a teljesítménye, hogy egyszerűen az látszik, hogy, hogy nincsen jól az a gyerek, akkor, akkor ott, ott, ott nyilván be Igen, kell Igen, de avarkozni. azért egy időnként uh, sincs jól. Nem. Abszolút, szóval, hogy én azért Igen. hangsúlyoztam, hogy nem az a legfontosabb, szóval gyakran hozzá, vagy nem gyakran, de mondjuk előfordult több alkalom, hogy szülő hozta a gyereket, hogy videójáték függő, és hogy, hogy ez nagyon szörnyű, borzalmas, és hogy nagyon sokáig tartott, mire jutottunk odáig, hogy ne a függőségről beszéljünk, hanem arról, hogy tulajdonképpen a gyereknek mi a problémája, vagy mi a baja, hogy az élete, vagy hogy hol akadt el az ő serdülőkorában, mert hogy annyira az volt a felszínen, hogy a videojáték, a videojáték, a videójáték, a videójáték. Szóval, hogy egyáltalán nem egyértelmű. Visszatérve az egészséges használathoz, szerintem az is változik, hogy még a szakirodalomban is, hogy mit tekintünk egészségesnek. Hogy talán az elején még én olyanokat olvastam, hogy az az egészséges, amikor funkcionálisan használjuk. Tehát, hogy nem, nem azért, mert hogy előzzük az unalmat, vagy, 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 vagy akár ez az én kezelési stratégiaként, hanem azért használom, hogy megválaszoljam az e-mailjeimet hogy ezt egy ilyen, hogy valahogy eszközként használjuk az eszközt. Uh -huh. De szerintem az mi a közösségi média megjelenése előtt volt, és szerintem ma már sokkal nehezebb ezt így definiálni, hogy, hogy micsoda, mert mondhatjuk a közösségi médiánál is, hogy az a funkciója, hogy embereket, ismerősöket összekössön. De hogy, 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 ma már nem így használjuk a közösségi médiát, mert a közösségi médián olvasuk a híreket, nem csak az ismerőseinkkel, most már ebben nem tudom, randizni is lehet rajta, millió Dumas dolgot lehet. Duma jegyet venni. Mindenféle lehet <laughs> csinálni. De egyébként meg miért lenne nagyon hibás működés, hogyha mondjuk bevallom, hogy hogy nem unaloműzésre, de mondjuk a saját magam szórakoztatására. Így van. És, akkor, és azért gondolom azt, hogy ez a funkcionalitás, az, az ez, ez, inkább csak egy része az egészséges használatnak. A kutatások azt mutatják mind a videojáték függőségnél, mind most már remélem mi is csináltunk egy újabb kérdőívet, a közösségi média motiváció itt mérő kérdőívet, és azt próbáljuk majd megtalálni, hogy mi az a motiváció, ami inkább a függőséggel kapcsolatos. A videojáték használat az eszképizmus, az úgynevezett eszképizmus volt, ami az arról szólt, hogy menekülni akarok a való világbeli problémáim elől, tehát hogy, a, hogy amikor valaki erre használja, akkor valószínűbben alakul ki egy problémás használat, tehát ezt feltételezzük a közösségi médiánál is, de majd jól kikutatjuk, uh -huh. és meglátjuk, hogy ez valóban így lesz-e, amit gondolunk. Um, szóval igen, az egészséges használatra visszatérve, um, én meg ahogy a szülő, az is egy fontos téma, hogy vajon a szülő mit tud a gyereke használatáról. Tehát, hogy a szülőknek is muszáj egy kicsit tájékozottnak lenni, és nem zsigerből reagálni, hogy a videójáték hülyeség, a TikTok hülyeség, azon csak attól, nem tudom, Mit is szoktak mondani, hogy lerohad az agya, vagy nem is tudom, hogy kirohad az agya. Szóval, nagyon-nagyon ilyen negatív, negatív attitűddel vannak, azért úgy, hogy nem tudnak róla semmit. Uh -huh. Tehát azt se tudják, hogy mi minden történik ott, mi van ott szóval én azt javasolnám, hogy a szülők próbáljanak kíváncsisággal közelíteni a gyerekek felé. És hát nyilván, hogyha ez azt involválja, hogy, hogy, hogy a gyerekek kell legyen valami jó kapcsolat, mert akkor fog, fog a serdülő megnyílni a szülőnek, és el tudja mondani neki, hogy akkor hogy mit, milyen élmények érnek engem mondjuk, a, mondjuk az interneten. Mert hogy amit mondasz, még a veszélyekről, az is na, nem a függőség témája, akár a cyberbullying, vagy akár Akár olyan veszélyek, mint hogy agresszív tartalmak, pornó, tehát hogy ezek, ezeknek is Online lehetnek. Online gambling. Online gambling, így van. Tehát, hogy nagyon sok egyéb káros dolog is lehet a, az interneten, és hogy vagy az idegenekkel való ismerkedés. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek, ezek, ezek nem az addikció témái, és hogy ezek. És is érdemes a szülőnek mondjuk nyomon követni, vagy hogy, 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 hogy erről hmm. tudni, hogy ilyen létezhet, és hogy, és hogy segíteni a gyereket abban, hogy mondjuk hogyan védekezhet ez ellen, vagy hogy egyáltalán Ezeket az ilyen, azt nyilván nem serdülőkorban, nem minél hamarabb, mikor még nincsen hozzáférése a közösségi médiához, hogy hogyan viselkedjen akkor, egy idegen ráír, hogy hát nem tudom, szóval ilyen, ilyen alapvető biztonsági biztonsági intézkedések. De az, hogy a szülő követi ezt, az nem azt jelenti, hogy a gyerek készülékén követi, nem? Tehát nem ilyen digitális csendőrnek kell lenni a szülőnek, hanem eleve föl kell építeni már kora gyerekkortól azt a fajta bizalmat, hogy, hogy a gyerek ne azt érezze, hogy a szülő egy ilyen nyakában lihegő kolonc. Abszolút, igen. igen és hogy megoszthat vele bármin. Igen, erre is vannak kutatásadatok, hogy amennyiben ez nem egy ilyen pozitív szülőgyerek kapcsolatba történik, akkor a serdülőben csak az ellenségesség érzete nő, az pedig ismételten konfliktusokhoz vezet, minél több a konfliktus, annál jobban elzárkozik, annál több időt tört az interneten. Uh -huh. Szóval, hogy ez csak rosszabb, teszi a helyzetet, szóval igen, 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 abszolút ez. Van erre valami jó módszer, mert én arra emlékszem gyerekkoromból, amikor még ugye nem voltak az okos telefonok, hogy egy ponton bejött a nagymamám, kikapcsolta a tévét és kiment, de ilyen <laughs> nagyon jelentőség teljesen. Jobbat mondok, az én nagypapám be se jött, hanem hátra ballagott a ház mögé, és lesapta a biztosítékot. <laughs> Te még azt sem tudtad, hogy mi miatt van. Szóval, hogy mi, mi erre a módszer, a jó módszer? Hát, hogy mondjam, ez azért függ attól, hogy mennyire súlyos a helyzet. Tehát egy, egy lájtosabb helyzetnél, szerintem ez egy kicsit drasztikus, egy serdülővel ezt megtenni tehát mit szoktunk mondani, hogy mi a legjobb, tehát az, ami, ami valami megegyezés alapú. Tehát de most nem csak a, a nem tudom, a közösségi média használat, a videójáték használatnál fontos, ez szerintem bárminél, tehát hogy hányra jöjjön haza a gyerek, most azt mondom neki, hogy tízzel legyél itthon legkésőbb, mert ha nem, ez és ez lesz, vagy azt mond, megkérdezem tőle, hogy mikorra tudnál hazaérni, hát ugye éjfélre hazajövök, át szerintem jobb lenne, a kicsit hamarabb érnél haza, akkor nyugodtabban tudnék lefeküdni, <laughs> csak de van valami egyezkedés érvelek amellett, hogy miért szeretném azt, amit ő is érvel amellett, és aztán van egy kompromisszum, amit mind a ketten elfogadunk, és akkor nagyobb esély van rá, hogy betartja. Mm. Szóval, hogy ezt is úgy kellene kezelni, mint minden ilyen serdülőkori dolgot, szóval nem gondolom, hogy itt másabb a helyzet. Mm. Megbeszélni a, a gyerekkel, hogy ő hogyan... Mm, tehát, hogy ő hogyan tud együttműködni ebben, akár a használt időben, mert ezek tök fontosak, mert nagyon egyértelmű, hogy a problémás használat egy, egy, együtt jár az alvás problémákkal. Ezt se lehet mindig tudni, melyik volt előbb, tehát, hogy valaki se nagyon gyakori az alvás probléma, az elalvási probléma, hogy akkor esetleg pont azért közös, használják közösségi mindet, mert nem tud elaludni, vagy pedig azért nem alszik, mert valakivel éjfélig csetel, akkor még le kell nyugodnia, ugye nem lesz álmos, mert benne vannak valami fontos beszélgetésbe, vagy nem tudom, olyan tartalmakat fogyaszt, horrorfilmet néz, mit tudom én, mit csinál, amitől nem tud elaludni szóval, hogy nem lehet tudni, melyik volt előbb, de hogy ez, ez egy fontos törekvés az alvás higiénének a megteremtése serdülőkorba, és ugye ebben lehet egyességet kötni, akár azt is meg lehet tenni, hogy megbeszélni, hogy figyelj, hogy ha azt látom, hogy, hogy, hogy nem tudsz rendesen lefeküdni, akkor, akkor, akkor nem tudom, ez is ez az a következménye, ez oké okay -e neked. Szóval, hogy, hogy valahogy ilyen, kollaboratív módon. Visszahozni a délutáni <laughs> csendes pihenő. Ó, de vágyom rá. És ugye ez egy nehéz kérdés, vagy egy nehéz nehéz függőség, hiszen nem lehet azt mondani a, a függőnek, amit mondjuk az alkohol vagy a kábítószer esetében, vagy a, hogy holnaptól ne így áll, vagy ne kábítóz. ugyanaz, mint a munkafüggőség. Nem mondhatod azt, hogy holnaptól ne dolgoz. nem mondhatod uh -huh, azt, hogy uh -huh. holnaptól egyáltalán ne használj internetet soha életedben. Nem, hogy ne szexelj. Hol a kiút? Mert olyan, mint élesebb határokat kéne húzni. Nem tudom, én szoktam magamnak olyanokat, hogy, hogy akkor jó, ha lefekvéshez már nem viszem oda magamhoz Aha, a telefont. És ez egy sokkal egzaktabb... Te is laptopról szoktál látni. <laughs> 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 mint, mint akármilyen szer vagy viselkedés... Ö, függőségnél, mert egyszerűen ott van a kezünk meghosszabbítása a telefon. Válik, abszolút, igen. Arra van kutatás, hogy milyen ö, ö, közösségi média kontroll stratégiák közül ö, melyik a jobb és melyik a, a, melyik a, hatékonyabb. És pont az, amit mondasz, azt találták, hogy azok a típusú stratégiák, amikor ugye már a kísértés sincsen. Tehát, hogyha én nem akarom használni, akkor ne az az foglalkozzak, hogy ne megállom, de megállom, de megállom, hanem inkább ne vigyem be a szobába, tegyem olyan helyre messze magamtól, hogy, hogy, hogy ez, ne, ez az automatikus mozdulat ne, ne legyen, amit, amit ami úgy úgy megjelenik így mindannyiunknál, mert hogy, mert hogy ez egy szokás egy kialakult szokás hogy ezek sokkal hatékonyabbak, mint az, hogyha figyelmeztetem magam állandóan, hogy jaj, mindjárt leteszem, mindjárt eszem, már csak tíz perc, nem tudom. Szóval, hogy, hogy, hogy mert nehéz megállni, nekem egy picit hasonlít ez a diétázásra, mert, mert hogy ott is ez van, hogy akkor nem eszem meg azt a csoki tortát, azt az utolsó fartot már nem eszem meg, de mennyivel egyszerűbb, hogyha nincs a hűtőszekrénybe csoki torta. Tudom, ezt Fel kell venni a kabátot. De egyébként például a vezetés közben, tehát azt mondjuk, hogy problémás internet használat, problémás mobiltelefon használat, de azt mondod, hogy hát én napi, mit tudom én, egy órát pörgetem összesen a telefonomat, de hogyha az fél óra vezetéssel telik közben, akkor arra Mogy már értett, hogy, vezetés közben. A vezetés közben nézed az üziket. Ja, nézed nagyon friss a jogsim. Ezért like e amit. nem lájkoltak-e like be, válaszolsz SMS-re, stb. Tehát az, az, viszont hiába nem hosszú időtartamú, azt azért már lehet problémásnak nevezni, hogy saját és mások életét. Hát ez nem lesz, problémás, azért. hanem rizikós. Tehát hogy ugye az más, az más mert hogy nem, a, nem egy lehet függőségi tünet, majd nem bírom nem használni, de ha csak azt mondod, hogy egyébként kis ideig tart, csak pont akkor van rá időm, akkor inkább azt lehet mondani, hogy ez egy veszélyes használat. Aha. Tehát, hogy nem jó úgy, ja, most már ki festeni sok helyen a zebra előtt a, a, a gyalogosoknak, uh -huh. hogy néz fel a telefonból, vagy hogy így, mert hogy az is mennyire, nem csak vezetés közben, hát a zebrán átmenni. Vagy például egyébként túl sokat segít, hogyha most már az ugye legtöbb új autóban át tudod tenni a mobiltelefon képernyőjét az autó kijelzőjére, és nem minden funkciót érsz el, de amit kell a navigáció. Igen, hanghívás. Nem, hanghívást tudsz kezdeményezni, de hogy nekem például eltört a mobiltelefon tartó a műszerfalon, ahova a telefonomat amúgy beraknám, és most az anyósülésem van a telefon, felje lefelé, és egész, egész más. Tehát, hogy vezetés közben kísértése sincs arra, hogy... Most, hogy a feleséged rajta hogy Igen, igen, igen. <gül> <gül> Vagy bárki, aki beszáll. Ezek szerint te rizikósan használod a telefonodat. Ne. Amelyik, soha. Nem. Soha nem. Soha. nem, nem, nem igen, ha már itt a sohán eltartunk, a belátás, ez hogy van itt a internet internetfüggés esetében? Igen, ez... hasonló, hogy azért közösségi média függőséggel még nem hoztak gyereket hozzám ugye én gyerekklinikus vagyok, de hanem inkább videojáték függőséggel, de azt váltig az összes tinédzser, hogy neki nincsen probléma ezzel a dologgal. Annak ellenére, hogy egyébként nagyon súlyos mondjuk, viselkedési problémák voltak jelen, tehát hogy nem lehetett azt mondani, hogy tényleg itt nincsen semmi probléma, igen, szóval, hogy a belátás az azért az, az is nehéz, már hogy azért is rossz, hogy nagyon alacsony általában, mert hogy akkor nincs motiváció a változásra. Mert hogy hát ezeket a gyerekeket főleg ugye a szülők hozzák, a szülők motivációja van jelen, és hogy nehéz ilyenkor változást elérni. Ezért abszolút javasolt, a, a, hát úgy eleve azt hiszem, hogy a minden ilyen tinédzserkori addikciónál, vagy akár evészavarnál a családterápia, de hogy ezért itt is szerintem ilyenkor érdemes családterápiában gondolkozni. Mert hogy, igen, igen, nagyon sokára jön el esetleg ez a, ez a betegségbelátás. És erre nincs egy, egy, játék, amire az a játék függő. Mert tük, igen, mert az oktatásban tök, tökre elkezdték használni ezt a gamification <laughs> hogy olyan jutalmakat adnak egy-egy tananyag online elsajátítás, akkor mint a játékokban is, ugyanúgy szintet léphetsz, vagy pontot kapsz, vagy képességeket, azt nem tudom, és adott esetben mondjuk sokkal jobban motivál, mint egy négyes vagy egy ötös érdemjegy, és tök jól működik, és lehet, hogy kéne egy ilyen gamifikált. Nem, nem, van, egyébként pont ma az egyik doktori hallgató nekem, hogy most megy, mert valamilyen, virtu megy egy konzultációra a, a témavezetőjével, hogy, hogy egy ilyen virtuális világbeli gaming intervention programot csinálnak. Tehát, végülis is erről beszéltek? Tehát, Aha. hogy nem tudom, még nem ismerem ezt a kutatást, de hogy ezek szerint van igénye. ez a kortárs hatás, ez így hogyan van? meg nyilván, amit mondtál is, hogy nem tudod kiemelni belőle, meg kvázi normatív is az, hogy valamennyit, meg egyszerűen a kizárod szülőként belőle el fog veszni, mert nem tud nem tud kommunikálni a mm -hmm. kortársaival, hiszen ők meg nagyon benne vannak egy csomó mindenben. De hogy mondjuk tényleg hol van az, hogy, hogy ez a, a, függőségi szint, vagy nem tudom, hogyha az a norma például egy osztályban, hogy szinte mindenki túllépi azt, ami De hát akkor legésség, ők nem függők, azt nem gondoljuk, hogy, hogy, egy függő osztály létezik, nem? Tehát, hogy... <hállítan> nem feltétlen, de mondjuk egy osztályban létezhet több olyan, akit mondjuk ő kortársként, normának tekint, vagy hogy mondjam, tehát nem az egész Szerintem mindenki függő. használ közösségi médiát. Szerintem az abszolút norma, hogy a, hogy a serdülők használnak, és talán sokat is használnak. Őszintén szólva, ez, ezt én nem tartom problémás használatnak. Tehát önmagában az, hogy... Az, hogy... Szóval ez egy elfogadható dolognak tartom. Szerintem, amit, amit itt érdemes szülőként odafigyelni, az, amit említettem, ez, az ez a alvás, mert ez szerintem tökre fontos, vagy akár ez a cyberbullying, vagy hogy, vagy hogy, hogy az mondjuk gyakran megtörténik, vagy, vagy akár nem is bullying, hanem, hanem eleve, hogy hogyan beszélgetnek a cseten egymással a gyerekek, szóval, vagy a fiatalok. Tehát, hogy annyira sok értés van a, csetes kommunikációban sokszor a, a gyerekek között, nyilván a felnőttek között is csak nekünk van egy, sokkal több tapasztalatunk a face-to-face -face kommunikációba, uh -huh. és sokkal jobban tudjuk értelmezni azt, hogy ami ott le van írva, az vajon mi mindent jelent. Hát. Uh, és hogy szerintem amiről keveset, uh, amivel keveset foglalkozunk, aztán ez az online kommunikáció, hogy az hogyan tud. Uh, Mm, hát, hogy mondjam, egyrészt bullying nélkül folyni az interneten, meg hogy, meg hogy, hogy, ne, hogy ezeket az ilyen mm, hogy mondjam szóval sokszor, sokszor vannak, éneket hallok a, a serdülőknél, hogyha leláttam ósz, tehát, hogy nem válaszol azonnal, hogy az mit jelent, hogy az egy sértés a, a serdülők között, vagy egy ilyen nagyon rossz, az a negligálás, vagy az ignorálásnak a jele, hogy, hogy látja, hogy mit írtam, de nem válaszol rá x ideig. Uh -huh. ami szerintem ennek a generációnak, hogy hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem fel sem merül, hogy azért nem válaszol, mert, mert, mert nem érdek vagy, vagy, vagy hogy ignorál, hanem az van bennem, hogy hát most biztos nincs ideje. Ezt meg se szoktam nézni, Persze. hogy most látta-e azt az üzenetet, vagy sem. Én fejben azonnal válaszolok, igen, és igen. aztán ebben meg is nyugszom. Így, így van, így van, és hogy, és hogy náluk viszont az azonnaliságnak van egy sokkal kitüntetettebb szerepe. Akkor ezeket már gyűjtsük össze, ezeket a kockázatokat. Ugye egyrészt van ez a bizonyos alvás kérdés, mm -hmm. nyilván ez mehet aztán az étkezés uh, rovására is. Ott van a cyberbullying, ami annyira rejtett, és ahogy mondtad, annyira nem értem, hogy minősorának is mi nem, hogy olvastam egy kutatást, ami szerint 8 és 40, a, a sertülők 8 és 40 százaléka közöttire becsülik a cyberbullying áldozatokat. Tehát ennyire nagy a szórás, és ennyire pontatlanok a, az információk. Mm -hmm. Akkor ott van esetleg az internetes csalás, ott van a, ez a bizonyos idegenekkel Ismerkedés kérdése, és még, még milyen kockázatokra figyeljenek a szülők? Hát az utóbbi időben uh, újra és újra felmerül így a hallgatóim között a, a sexting témája, már úgy értem, hogy kutatási témaként, hogy így hozzá érdeklődnek iránta, és hogy nekem például nagyon érdekes volt, hogy mennyire normatívvá kezd válni a, a fiatalok között a, a Sexting ami nekünk felnőttként inkább egy ilyen, hát egy ilyen devianciának tűnik, ott egyre inkább része mondjuk a, a nem tudom, akár az ismerkedésnek, vagy, vagy, és ugye az aztán van egy csomó kockázata ennek, amiből aztán lehet utána uh, cyberbullying, tehát ugye, hogyha én elküldök magamról egy képet uh, a másiknak, az a másik kinek küldi tovább, uh, vagy esetleg nem küldi tovább, csak majd mikor szakítottunk, akkor egyszer csak kiposztolja valahova. Szóval egy csomó visszaélésre ad lehetőséget, uh, úgyhogy um, ez is egy ilyen kockázatos dolog, szóval ez érdemes, uh, um, hát nem tudom, körbejárni így szülőként, hogy, hogy akár beszélni róla, mert ha ő azt látja normatívnak, uh -huh. hogy egyébként ezt Mindenki csinálja, vagy nem tudom szóval, hogy ezzel nincsen semmi gond, vagy akár az egészséges kapcsolatnak is a része, akkor is érdemes azt végig gondolni, hogy oké, okay, de mondjuk egy serdülőkori kapcsolat az, az sokkal bomlékonyabb, mint egy későbbi kapcsolat. Lehet, hogy egy stabil párkapcsolatban ennek nem lesz nincsen ki, kevesebb a kockázata, de a serdülők sokkal gyakrabban szakítanak, esetleg sokkal több a turbulencia, érzelmi turbulencia -e szóval, hogy sokkal nagyobb a kockázata ilyenkor ilyen szexuális tartalmú dolgokat ö, megosztani egymással. Kicsit olyan, mint hogyha lenne egy ilyen teremtett ö, naív vagy fals bizalom, hogy én elküldözgetek képet olyannak, akiről feltételezem, hogy uh -huh. bizalmasan kezeli, és ö, ennek van egy reáliája, vagy van egy teremtett világa ennek az online közegnek, amiben én másképp hiszek, másképp bízom, mérhetetlenül veszélyes. Arra van kutatás, hogy, hogy, hogy azok, akik az interneten ismerkedtek meg először, nem a valós életbe, akkor, amikor először találkoznak a valós életbe, akkor sokkal hamarabb, mert lesz abból mondjuk kockátos szexuális aktivitás, tehát védekezés nélküli szexuális aktús, vagy egyszerűen hamarabb hmm. kerülnek ágyba egymással, mert hogy az interneten, holott igazából az még nem egy Valós találkozás, már kialakul egy olyan bizalmi légkör, egy ilyen megelőlegezett bizalmi légkör, hogy amikor találkoznak, akkor már van egy olyan képzetük erről, hogy én ismerem a másikat. Holott igazából nem ismerjük a másikat, egy csomó fantázia van ebben, amit gondolok arról, hogy, hogy milyen a másik, és a valós életben sokkal lassabban mélyítjük el a kapcsolatot, tehát sokkal több lépcső van, mire, 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 megadjuk a másiknak a bizalmat, szóval, hogy ez, erre is van a egy ilyen csak el akartam adni egy gyerekbiciklit interneten, találkoztunk aztán. <laughs> Azt, hogy mi lesz belőle? Nagyon gyorsan ágyban elkerülni. Már értem, mert kellett átutalni, az összes jó látok ezt... a marketplace-en, kedves, kedves nézők. És tett hozzá, hogy a serdülőnek a agyát mellé, tehát ahol igen. sokkal magasabb a rizikóvállalás. Tehát, hogy, hogy nem csak a naivitásról van szó, hanem lehet, hogy ő belátja, hogy ez rizikós, csak azt mondja, hogy ez még belefér, vagy nem tudom. Hát igen, meg ezek a döntéshozatali funkciók, igen. ugye, amiket már sokszor beszéltünk, az még idő, az beérik. Még azon kezdtem ö, ö, gondolkodni, pont ennek mentén, hogy, hogy, talán a serdülőknek most, hogy már van azért jó pár olyan generáció, ahol legalább olyan fontossá válik ez a virtuális identitás, nem? Vagy ez a online térbe való identitás, ami nekem egy kicsit kevésbé érthető, de hogy látom, hogy és sokszor a szülő ebben sem tudja segíteni a kamasz, nem? Mert hogy nincsen erről saját, úgy saját tapasztalata, vagy nem úgy fontos neki, mint mondjuk most egy kamasznak, uh -huh. hogy a való életben is ki kell találnom, ki vagyok, meg valahogy uh -huh. ebben az uh -huh. online térben is. Érdekes, hát. hogy én ezt a pozitívabb aspektusának látom egyébként az internetnek, hogy főleg serdülőkorban, mert hogy akkor pont az a lényeg, hogy így nagyon explorálják önmagukat, hogy milyen vagyok, ki vagyok, és hogy föl tudnak építeni csomó különféle képet magukról, kitenni a közösségi médiába, akár ezeket, az, hogy mit jelentek meg magamról, milyen képességek képet föl, mit írok magamról, meg tudják tervezni, hogy milyen legyen pontosan a... Szóval nagyon gondosan, hogy, hogy, hogy milyen művész itt... Igen, de ez nem megy néha a rovására, vagy nem is tudom, szóval hogy a, a, való életben való kapcsolódásoknak? Már hogy amiatt már, hogy sok időt töltenek vele, vagy Például nagyon távol vagy, távol vagy esik arra a... megy az, az energiájának, Aha. mondjuk a 90 a Aha. vagy itt megint akkor van a baj, ha el, elhanyagolja a, a valódi életben való működést? Hát én ott látom ennek a, a problémáját, hogyha nagyon fontos lesz az, hogy mondjuk erre mennyi pozitív visszajelzést kap. Tehát hogyha hogyha ez nem azért érdekes neki, mert akkor ő meg tudja egy kicsit kívülről rá tud nézni saját magára, vagy hogy, hogy ebben van, van tényleg egy ilyen... Hogy mondjam, milyen nagy vágy arra, hogy akkor, nem tudom, hogy X követő, követőm legyen, mert csak akkor fogja a saját önértékelését megfelelőnek érezni, vagy saját magát megfelelőnek érezni. Tehát ki van szolgáltatva az önértékelése a visszajelzéseknek az online térben, akkor szerintem ott, ott az, az az tud ilyen veszélyes lenni, hogy van ez a FOMO, amiről még nem is beszéltünk. Ó, igen. <laughs> A fear of out, Így úgy van. Félsz, hogy, hogy van. Pont erről jutott eszembe, hogy nagyon sokszor ennek is ugye az van mögötte, hogy ő tartozni akar valahova, nem érzi magát magabiztosnak a szociális körébe, tehát nem biztos benne, hogy engem tényleg elhívnának, engem tényleg szeretnek, én tényleg oda tartozok. Ezért kell folyamatosan csekkolni azt, hogy ki mit csinál, azért kell ebben nagy tenni. Szóval, hogy ilyen, ilyen esetekben tudsz szerintem ilyen kockázati tényező lenni. Az biztos, hogy nagyon össze van már kapcsolva az online meg az offline tér, tehát, hogy azt én magamon is, a saját generációmon is tapasztalom, hogyha nem vagy jelen online, elfelejtődsz. Uh -huh. És azért ennek most nem is És az... már 13 évesen elfelejtődni az <laughs> szomorú. <laughs> nem kiesel a pixisből, bele, bele kérdés, igen. Ha valaki elkezd magára gyanakodni, mm. hogy problémája Csakos vagyok van, magamnak. <laughs> problémája van az internet használattal, vagy a szokásaival, akkor akár ez a teszt tud -e egy támpontot adni, vagy... Vagy, vagy mit lehet akkor kezdeni? Vagy hát van egy trükk ebben a tesztben, az, hogy egy önkitöltős, és aki hajlamos magába keresni a problémát, az magasra fogja értékelni magát. Tehát biztos, hogy kijön, hogy problémás a használata. Persze hát érdemes kitölteni, hát most nem tudom fejből ezt a cut-off pontot, ami, ami megmondja, hogy akkor hány pont felett tekinthet vagy tekinthető ilyen túnak, de majd nem tudom, meg lehet keresni. Most így fejből nem tudom. Utána nézzünk is, hogy mi a De hogy, hogy, hogy igen, de, de szerintem már az fontos, hogyha valaki úgy érzi, hogy, hogy szeretne változtatni a viselkedésén, és akkor érdemes segítséget kérni, vagy utána menni, hogy, hogy milyen módokon tud egy kis, hát hogy mondjam, kontrollt nyerni a használata felett. Bizonyítottan hatékony a minimális digitális detox, hogy ha csak egy-két napra abba hagyjuk a közösségi média használatot, vagy az okostelefon használatot, az, az már mérhető módon javítja a jólétünket, a pszichés jólétünket. Úgyhogy abszolút mindenki bármikor beiktathat magának hosszabb, rövidebb ilyen digitális detoxokat, mert hogy ez, ez egyszerűen tényleg és nyilván legyen gyanús, ha ez nem megy. Vagy ha feszült Ez egy nagyon jó gyanújel. Ez egy nagyon jó gyanújel, így van. Igen. hát akkor ne, ne féljünk a digitális DX-tól, meg attól, hogyha nincs wifi vagy térerő a, a hegyekben, vagy leszavatta a mobilnetünk, mert a való világban 3D-ban is van élet. Néha nézzünk fel, az ebrán át kell-e, nagyon szépen köszönöm uh -huh. Koroncai Beatrixnek, hogy itt volt. A kimondható.hu-n a podcastunk menüfüle alatt minden internetfüggő meg fog találni minden hasznos <laughs> internetes. Tudjátok a dolgotokat. <laughs> Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Törzsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on várjuk. Lörsd velünk legközelebb is. Szia!